Szeretettel köszöntöm a Liba Zsír nézőit. Balomon egy 20. századi ikon, Szegvári Katalin, jobbomon egy 21. századi ikon, kolléga úr. Már megérte eljönnöm, köszönöm. Ezen szépen. Sokat gondolkoztam, még, megtisztelő. Még ide a stúdió felé tartottam, hogy nevezetesen Kadarkai Endre mindenféléket létrehozott az utóbbi 10-12 évben, 13 évben, ami a mi pályánkon, vagy a mi foglalkozásunkban nagyon jól jön az embernek, ha létre tudja hozni. Nevezetesen begyűjtötte a hálójába az összes olyan érdekes közéleti embert, nem politikus, de a közéletben előforduló neves művészt, tudóst, érdekes embert, celebet, akiknek egy részére én például halál irigy vagyok, ilyen Karikó Katalin, hogy csak a legfrissebbekről beszéljünk. És ami a legnagyobb bosszúságot okozza nekem, hogy nem tudok rá igazán őszintén fújni, mert hogy amit csinál, az nekem nagyon tetszik. És hogy nem csak nekem tetszik nagyon, nem csak nekem van ilyen kiváló ízlésem, azt most már a kegyetlen internet számai is bizonyítják, hogy nevezetesen 100 000 fölötti nézettségei vannak az ő világtalálkozóinak, és az Arcképek című sorozat, amiket most elkezdtem megnézegetni visszafelé menetben, hát azok is nagyon szépen összesodorják itt neked a 100 fölöttieket. Hál' Istennek, most már nézik, igen. Karikó Katalint azt mondja, hogy már 300-400 között van, és a Klubrádióra is kikerül, ahol igen. Ott is sokan nézték. Úgyhogy azt mondtam Katikának, aki egy 20. századi ikon, hogy már csak azért is, mert az a fura helyzet áll elő ezekkel a beszélgetésekkel, hogy manapság, amikor földön, vízen, levegőben, autóban, fejen állva, kézen állva szoktak beszélgetni, te végül is a legkonzervatívabb megoldást választottad, leülsz emberekkel, szemükbe nézel, ez a mi iskolánk is ez volt, és ennek ellenére tudsz sikert csinálni, de hát nem csak mindig portrékat csináltál, azt én tudom. Igen, szociót is csináltam egy rövid ideig. Arról beszéljünk majd külön a szociókról, de Párkányban születtél, mégis csak olyan példaképeket soroltál, akik itt, hogy mondják, az anyaországban igen, lettek. Így van. Szlovákiai kisebbségihez van szerencsém. Mennyire? Szlovákiában nem volt példakép a Egyszer a Szabó István elkezdte mondogatni nekem, mikor megtudta, hogy felvidéki vagyok, hogy milyen jeles szlovák színészek vannak. És mondtam a harmadik nélnél, hogy egyet nem tudok mondani. Nem tudok szlovákul, én tulajdonképpen olyan mikrokörnyezetben nőttem föl, mintha Magyarországon éltem volna. Na de ezzel de sokan vannak így. Anyanyelvi szinten beszél van egy Galán Angéla nevezetű tanítványom. Nem. Tudom, nem hallottál róla? Persze. Galán Angélának van erre egy filozófiája, amit én egy pillanat alatt beszippantottam, és nagyon igaza van szerintem abban, hogy meg kell tanulni, hogy az ottani magyaroknak ez egy jellegzetes tulajdonsága, hogy nem tanultak meg, kizárták magukat az országból. Ez így van. És egy utat határoztak meg maguknak, az visszafele az anyag ország. Ez így van. Meg kellett volna tanulnom, tehát én ezt most nem hencegbe mondtam, hanem szégyen szemre, hogy egyedül én nem tanultam. De miért nem tanultam? Szerintem ha már ott voltál. Volt bennem egy olyan kényszerképzet, vagy nem is kényszerképzet, inkább ez ilyen idea lehetett, különösképpen úgy, hogy ezeket az embereket néztem, tehát a magyar hőseimet és televíziós ikonjaimat, hogy én ide akarok jönni. Tehát 6-7 éves koromtól számomra az olyan napnál világosabban jelzett a fejembe mindig, hogy én innen el fogok jönni. Semmi bajom nem volt az ottani élettel, nagyon jól éreztem magam, de ennek a felszabadultságát, vagy egyetemességét, nem tudom, milyen jó szó szerettem volna átélni. És a szüleim mit szóltak ehhez? Elfogadták. Tehát én mondjuk elég szuverén gyerek voltam. Már. Most is ott élnek? Így van. Most is ott élnek. Én ezt kvázi így kinyilatkoztattam, hogy én nem is nagyon akarok megtanulni szlovákul, meg kellett volna tanulnom szlovákul, ezt tudta az osztályközösségem. Magyar iskolában járt. Persze, teljesen. Szerintem magyar és történelem vonatkozásában felkészültebbek lettünk, mint sok magyarországi középiskolás. Tehát erre például nagy hangsúlyt fektetnek. Ez nem nagy magyarkodásként kell átélni, de ebben volt egyfajta ilyen dafke. Is így van. És 18 évesen riporterkeresetük hirdetését látva, én biztos voltam benne, hogy ez az én nagy lehetőségem. Azt tudom, hogy nem szégyellett, hogy a Gyárfás Tamás a te mentorod. Igen. Aki nagyon sokat segített neked, és igen. Végül is ő biztatott arra, de hogy ez jó vagy kisfiam. Volt, igen, így van.
És én nem voltam ott azon, csak azért kérdezem, de. Ez akkor volt, amikor az Alinda, így meg van, a... Így van, Dézsi Zoli nyert. Dézsi Zoli, de a zsűribe voltál a legvégén. A legvégén, igen. Én még igen, korábban igen. Kiestem, tehát 12 mert közt. Hogy ezen gondolkoztam, amikor nézegettem az adataidat. Azt olvastam, hogy Pálmafás Ingben készítettél interjút. A Hillerrel, igen. A Hillerrel, és hogy ezzel indult a közéleti riporteri karriered, és nagyon letolt ezért a gyárfás téged? Le, nagyon letolt. Nem tudom, hogy miért csináltam ezt, szerintem valamifajta hegykeségből, vagy ilyen rendhagyó. Rövid naciban. Rövid, na most is abba vagyok, mondjuk a nézőknek, de most biztos voltam benne, hogy nem fog látszódni. Papucsba váligérő hajam volt, az egész nyarat végig bulisztam, és beléptem, életem felejtem, életem először mentem Pestre egyedül. Tehát csak kísérettel voltam el addig, nagyon rosszul tájékozódom, késtem negyed órát, amit amúgy is gyűlölök, mindig pontos vagyok, és már bennültek a nagyok az irodába, szaladtak utánam, hogy már várnak. Nem felejtem a pillanatot, beléptem, ott ült 60 ember, tehát a játékosok, Gyárfás ült a főasztalnál, mellette a Vitrai, szegény Medgyessy Gusztáv, boldogult emlékű Baló György, Hiller István és Rogács Imre, az MTV akkori elnöke. És én beléptem, és a Gyárfás is nem nézett föl, és azt mondta, hogy jöjjön. Én végignyírt, elfehéredett. Mondta, kivel csinál interjút? Mondom, a miniszter úrral. És a ő pikír stílusában azt mondta, hogy gratulálok, hozzáöltözött. Leültem, ez cuki. Hát akkor nem fagyod meg a vérben? De, rettenetesen. Akkor még volt 3 poénja, teljes joggal, hogy jó, hogy nem mesztelenül jött, tehát egy miniszterrel fog interjút készíteni, hát most már nem küldhetem haza. És arra emlékszem, hogy amikor a Baló elindult a főcím, mint itt, és a Baló azt mondta, hogy akkor Kadarka Jendre következik, nekem effektíve átfutott a fejemmel, hogy azt fogom, hogy köszönöm szépen, én hazamennék. Tehát azt hittem, hogy nem tudok elmenni odáig. Annyira rosszul voltam, nyilván az izgalomtól, meg attól, hogy életemben először fogok mikrofonba és kamerába beszélni. És kimentem, tényleg remegő hangon, föltettem az első kérdést, és azt szerintem lehet érezni, hogy az alany, az akkor regnáló kultuszminiszter Hiller István, és a közönség meg a zsűri hogy fogadja. És ott baromira elkezdtem élvezni, azzal a megkötéssel teszem mindezt, hogy én azt mondtam magamnak, hogy ha én itt elhullok, és az általam nagyoknak gondolt ikonok, tehát Baló, Medgyessy, azt fogja mondani, hogy ez nem jó, vagy középszerű. Én úgy hagyom abba, mint a húzat. Tehát el se kezdtem, ez nem nekem való. De hál' Istennek nagyon biztatta. Azt szerettem volna kérdezni, hogy jó, 6-7 évesen már elvágyódtál, hogy ide akarsz jönni. Én például világosan emlékszem arra a pillanatra, hát nagyon rég volt még, amikor új volt a televízió, otthon nem is volt, anyukám munkahelyére jártunk tévét nézni, hogy megláttam a Balogh Máriát gyárakból közvetíteni, és azt mondtam, hogy én ezért akarok, mert imádom a technikát, én emlékszel ilyen nevezetes pillanatra, amikor eldöntötted? Nézőként, úgy értél. Sokra. Desszer biztos, hogy nagyon meghatározó volt. Szerintem a Világtalálkozó című műsorom is onnan jött. Friderikusznak mind a sójai, mind az én mozimjai. Egy-két ötszem közben még sikerült belecsúsznom, amit a Vitrai csinált. A Lehetetlent nagyon szerettem. Ötszem köztöt láttál igen, te még? Igen, csinált. Tényleg? Abszolút. A 2000-es években csinált már Varnus Szavérral, Egerszegi Krisztinával, Kőbán Ritával, Kocsis Zoltánnal. Remek interjúk voltak. Nem tudtam azt én akkor igazán megmondani, hogy ez mitől jó. Tehát annyira még nincs az ember magánál szakmailag. De azt láttam, hogy itt két ember úgy beszélget, mintha mi leselkednénk. Tehát valami otthonosságot, valami... Ez volt a célja az ez volt, így van, igen. Így van. Te figyelj, és nem mentél el egyetemre? Most hallom, hogy 18 évesen jöttél ide, és azóta meg dolgozol folyamatosan. Hát én sok mindent elkezdtem, aztán mindent abba hagytam. Tehát én aztán elkezdtem, egy kicsit szerintem meg is szédültem a sikertől. Jártam főiskolára, Székesfehérvárra, azt ott hagytam aztán a Napkerte miatt, az eltére. Így van. Csak akkor én, hát ma már szívesen beszélek én bármiről, de most már ilyen őszintén nézek ezzel szembe. Szerintem egy kicsit azért meg is szédültem. Tehát amikor a miniszterelnökökkel készít az ember interjút 18-19 évesen, még azok csak ilyen 3 kérdés, 3 válaszok. Előtte meg a Párkányi kocsmába okoskodott, akkor azért úgy kicsit elgondolkodik rá, hogy hát én nekem tulajdonképpen nincs szükségem Isten igazából. Erre se, arra se, ami természetesen bánok, de visszahozott az élet meg a Gyárfás. Tehát nem tartott ez nagyon sokáig, amíg én elhittem magamról, hogy a fenekemből süt a nap. Beszéljünk még a szociál. Ezt a fenekemből süt a nap, ez jó? Ez valami olyan felvidéki fordulat? Nem, ezt itt mint hallottam valahol. A kofola, azt sokan nem legetik ott. Igen. A szociókról beszéljünk, hát Friderikusz is csinált ilyen szoció anyagokat, hogy olvastam, hogy nagyon féltél attól, hogy beleéled magad bizonyos emberek helyzetébe, és iszonyú cifra dolgok történtek, például azzal a lányjal, akiről kiderült, hogy
abúzus áldozata, és te végül is ezügyben nem csináltál semmit, tehát nem jelentetted föl az illetőt, meg nem is tetted bele a műsorba. Úgyhogy hogy tudtad magad távol tartani, vagy... Rutinnal. Kezdet-kezdetén azért ez behúzott engem. Úgy gondoltad, hogy nem a te dolgod ezt följelenteni? Ott a feljelentés része emlékeim szerint az elintéződött. Ott szerintem arra gondolsz, volt egy eset, amikor egy roma családnál forgattunk, volt három, kíváncsi is vagyok a véleményetekről, hogy jól döntöttem, mert a mai napig ez szerintem eldöntetlen. Három lányt örökbe fogadott az anyukának a testvére. És megsúgta nekem az örökbefogadó apuka, tehát a nagybácsi, hogy ő találta meg a kötélen lógva a családtagokat, ez a szegény kislány 13-14 éves volt, és ráadásul az előző nevelő apa többször abuzálta ezt a lányt. Aki erről nem hajlandó beszélni, még a pszichológus jelenlétében is nagyon elkezdett sírni. Én az édesanyjáról nem mertem direkt bekérdezni, de hát tudjuk, hogy vannak azok a technikák. Ki akasztotta fel magát? Ki volt a szülők? A szülők. Tehát a három gyereknek valaki-e, talán az anyuka. Ezért fogadta örökbe a nagybácsi. Aha. És addig-addig kérdezgette, még valahogy oda keveredtünk anyukához. A 13 éves lány, 12-13 éves lehetett. És tudtam, hogy van egy ihletett pillanat, vagy legalábbis én azt éreztem, hogy ez itt most megvan. Beszél az anyukáról is, vagy beszélne arról is, ami előtte történt. És én tovább mentem. És az operatőrök oda rohantak hozzám, rutinon sokat látott. Operatőrök voltak, és azt mondták, hogy ezt te kihagytad, hogy idáig fölépítetted. Hát olyan szépen látszódott, hogy most akar erről beszélni a lány. És a mai napig azt vallom, hogy én onnan hazajövök. De az a kislány 13 évesen ott marad, adott esetben a szégyenével, hogy ezt több százezren megnézik, amit ő nem dolgozott fel. Szempont, megértem. Te vagy az én emberem. Én pont ilyen alapon menekültem el az igazi dokumentarista szituációkból. Tehát amikor elkezdődik egy dráma, ami be fog következni, és rögzíteni fogom, és imádni fogják a nézők, ellenben tönkreteszem vele azt, aki a szereplőm, akkor én ezekből a helyzetekből mindig kimenekültem, és hagytam a francba. Ez nem az igazi riporteri vagy filmes magatartás. Nem, valószínűleg a vérszom nincs meg bennünk. Az ez igazi nem a vérszom, ez igen. Tehát, hogy túl reálisnak érzed az élet, mint ez szempont, az túl fontos. Igen. Én nekem ez nagyon tetszik. Én valamit csak műalkotások nem jönnek létre. Ez egy másik kérdés. Én az a típus vagyok, aki persze én se csináltam volna meg a nyilvánosságnak ezt a részét a beszélgetésnek, de én meg olyan vagyok, hogy akkor belódulok, és akkor mindenhova elmegyek a gyámhatóságtól. Ja, ő feljelent, igen. Lejelent, kikaparja, lakást én a végére szerez nekik, megeteti őket, igen, de nem a képernyőm, mert ezt a... Szóval vért inni nekem sincs gusztusom, hogy emberek nyomorából, de én megyek, mint a buldózer. És az nem szélmalomhart? Tessék? Nem szélmalomhart? Nem, mert én addig megyek, ameddig el lehet menni, igen. Neki igen. A kielégülés az, hogy valamit rendben igen, rak, igen. És az, hogy mi történik a képernyő, persze jó anyagot akar, mindenki csinál, jó riportot, bocsánat, mert az anyag az egy belső szleng. Igen, nem, én nem bírok így elvaratlan szálakat hagyni, mert nem tudok aludni, na mindegy. De valamennyire gondolom, téged is megérintettek persze, ezek behúzott, a dolgok. Mert voltak egészen rémületes dolgok, tehát azt például nem felejtem el, amikor a gyermek hospice ház hálózat létrehozójával csináltunk interjút, és szerintem akkor még belőlem az arány és ízlés az hiányzott, vagy arányérzék és az ízlés az még talán hiányzott, mert az ő javaslatára elmentünk egy gyerektemetőbe forgatni, amit ma már nem tennék meg, és hát az egészen szívfacsaró. Belőle is hiányzott belőle az arány és ízlés, igen, arányérzék. És én ott az ötödik percben éreztem, hogy ezt nem fogjuk tudni megcsinálni, érzelmi kitörések nélkül, és felváltva, vagy a stáb sírt, vagy ő, vagy én, és ott volt azt hiszem a két gyereke, már hogy annak a sírja, végigvette ennek az egésznek a feldolgozhatatlan és emberfeletti pokoljárását, végtelenül erős nőről beszélek. Na akkor például, amikor jöttünk haza, ez Pécsen volt az autóval, és viszonylag nagy stáb forgatott, akkor azt hiszem négyen voltunk, hogy egy rohadt szót nem szóltunk az autóban, abban biztos vagyok. Tehát még annyit se, hogy hatra hazaérünk, vagy hova mentek utána. Tehát az a három óra, az síri csöndbe zajlott, és én elég nagy társasági életet élek, és kimentem akkor egy szórakozóhelyre, elég gyorsan szemet szúrt mindenkinek, hogy eltelt fél óra, és csak úgy nézeget az ember jobbra-balra. Ezek helyre teszik egyébként az emberben a súlypontokat is, hogy mi fontos az életben, és mi nem. Azóta a legtöbb ilyen
magánéleti kérdés esetén azt szoktam mondani, hogy a bajok nem itt kezdődnek, azok ott Pécsen kezdődnek, amikor egy pohárnál nem olyan nagyon sokkal nagyobb 13 éves lánnyal készít az ember interjút, akkor úgy elgondolkodik azon, hogy hol is kezdődnek az igazi nagy problémák az életbe. Amikor alanyt, mondjuk inkább beszélgető partnert választasz, akkor mi a szempontod? Tehát azért legyen az illetőnek jó sok sztoria, megrázó, nem megrázó, mert az unalmas embernél, tehát hogy vagy, köszönöm, jól típusnál, de honnan szúrod ki? Hát nyilván van egy csomó ember, akit nem is ismersz, nem hallottad. Kulturális termék megjelenítés következik. Megjelent neki a Világtalálkozó című könyve. Ez az apropó, hogy ide hívtam. Meg az, mert, hogy itt egy kollégák sorozat van, és azért fiatal kollégában gyakorlatilag te vagy a számunkra legkedvesebb vagy. Ó, ez nagyon megtisztelő. Hogy mondjuk szépen. Ezt? Szóval vagy a számomra, hogy ránézésre, vagy hogy? Engem érdekeljen. Ezt nem tudom megmagyarázni. Tehát hallgatom, és azt mondom, hogy engem valamilyen szinten inspirál, lendületbe hoz. És nem is biztos, hogy a sztoriainak kell, hogy legyen valamilyen végestelen végű számú tárháza legyen. Nem. Hallgatom, és azt mondom, és nem fogom megnevezni, egy általam annyira nem nagy színésznőnek gondolt valakit láttam múltkor, jó múltkor Rónai Egonnál, késő este, én nagyon figyelem a szakmát, különösen ezt a műfajt, és a 3 perc után azt mondtam, hogy itt valami történt. Azt nem tudom megmondani, hogy mi, nem tudnám. De azt mondtam, hogy ez a nő engem rettenetesen elkezdett érdekelni, miközben színpadon sokkal fénytelenebb volt eladdig számomra, mint lett varázsos látva őt. Úgyhogy őt meg fogom hívni szerintem a következő fél évben. Így mondjuk engem érdekeljen. Ugyanis, ha engem nem érdekel, és csináltam már ilyet, egy nagy színésszel készítettem interjút, akit én a világ legnagyobb pozőrének tartok, és a bemutatkozásnál tudtam, hogy ebből nem lesz interjú, mert engem valami módon taszít. És kioltja bennem azt az elemi érdeklődést, ami olyan szinten szükségeltetik ahhoz, hogy az jó beszélgetés legyen, mint a húzat. Hát ráadásul ez ugye egy kétirányú utca, mert hogyha engem, mint riportert, hiába érdekel valaki, ha őt nem érdeklem én, igen, ha nem akar nekem imponálni, ha nem akarja azt, hogy sikert csináljunk, akkor nem jön létre. Hát nálunk a stúdióban számtalan olyan művész volt, aki a Kepessel marha jól kijött, de velem biztos nem, hogy az Érdis Anyival megtalálta a hangot. Hát ez egy ilyen, ez egy valamiféle ilyen szerelmi kapcsolat. Pici, arra az időre igen, pont Érdis Anyival. Ugye bele? Abszolút. Akkor nagyon kell, hogy a személyisége és valahogy... És mit mondott az Érdi? Érdi azt mondta, Bárdos András interjú könyvében, hogy volt egy olyan szituáció, amikor egy fiatal művésznőhöz ment volna ki készíteni egy interjút, el is ment, és rájött arra, hogy nem jött létre az korosztályokoknál fogva, aminek létre kellett volna jönni. Ő volt 20 éves, az Érdi már idősebb, és azt mondta, ott döntötte el, hogy ő már például 30 alatt nem fog interjút készíteni fiatalemberrel. Nagyon sok mindenem múlik ez. Ez nagyon fura, mert korom például szerintem nem, életkorom. Nem, szerintem nem sem. Lehet, hogy nem az lehetett, és az de Érdi arra gondolt. De azért én is azt mondom, hogy számít az élet. Azért, mert neki az Érdi élete nagy szakmai idolja, és amit az Érdi mond, a szentírás. Nem, de hát pont fordítva mondom, hogy én azt mondom, ja, hogy nem az életkor számít, épp az ja, jó, mert félreértettem, mert teljesen olyan volt nem, a reakciót, nem, mint nem. Ettől én még őt nagyon nagyra tartom, de ezt én nem... Attól még igaz, amit én mondtam, de most speciálra igaz, nem igaz, abszolút. Mondom. Szóval még azt is mondom, hogy valamiféle ilyen szerelmi kapcsolat. Egy áramkör, egy áramkör. Arra másfél órára, vagy egy órára kétségkívül ki kell, hogy csak alakuljon. Azért, hogy én is valami nagy mondással tetézzem ezt a dolgot. Én sokszor mondtam, hogy az egy szexuális viszony arra az fél órára, 25 percre, nem tudom micsoda. Azért, mert annyira érzéki, hogy működik-e azzal a másik emberrel az egymásra hangolódás, vagy nem, mint ami a szexben is nagyon fontos, vagy meghatározó. És mondjuk ilyen viszonylag érettebb hölgyeknél, mint amilyenek mi vagyunk, már nem áll jól, hogyha erre hivatkozik valaki. Tehát, hogy majd ezt tanuld meg, mert férfiaknál sokkal megengedőbb a közönség, de hogy nőknek bizonyos életkor fölött nem áll jól, hogyha ilyen frivol mondásokat mond, de ez szakmai próbált lenni, hogy azt gondolom, hogy az tényleg nem hasonlítható máshoz az interjú helyzetben. Én sok olyan helyzetet látok, amikor női riporterek ezzel visszaélnek. Tehát a nőiségüket előtérbe hozva próbálnak meg bensőségesebb légkört létrehozni. De én szerintem azok majmok, azok a lányok, én is látom. Ugyanazokra gondolunk szerintem, ugye? Igen. Igen, de néha egyébként, tudod mi a fura? Hogy azt észrevetted, hogy tök mindegy, hogy mivel. Hogy egyébként
egyszerűen viszket a tenyered, akkor a majom, aki ott pozőrködik. És néha kihoz olyasmiket, amiket pedig én, aki normálisan felkészülten, ráhangolodva kérdezek, ez intelligensen, és én nem hozom ki, ő meg kihozza. Valószínűleg a hiúság miatt. Az addig, élet nagyon igazság. Ez igazságtalan, én is tudok dühöngeni ilyenkor. Addig csiklandozza valószínűleg ezeket a férfiakat, hogy elkezd számára fontos lenni, hogy imponáljon ennek a nőnek, aki tetszeleg előtte. És ezért csapra veri az érzelmeit. Másra nem tudok gondolni. Mégiscsak mondom, hogy szex. Ez nem más, mint szex. Én nekem is volt már olyan helyzet, hogy ő választott engem, csináljam a port, és nem mondta a közhelyeket, és akkor kattogott az agyam, hogy ebből nem lesz semmi. És akkor egyszer csak azt mondtam neki, mert későn született a gyereke. Ez egy tudom ki volt. Mutatom a nevét, Darvas Iván volt. Igen. Tehát olvastam a könyvet a siker nagymesterével, Darvastól. Akkor egyszer csak azt mondtam neki, hogy tegye már meg, hogy becsukja a szemét. De én biztos én voltam a hibás, rosszul indítottam, ő a közhelyekkel válaszolt. Csukja be a szemét, és idézzük fel azt a pillanatot, amikor először kezébe tartotta a gyereket. És vette a kérést, elkezdtek folyni a könnyei. Mondom, álljunk le, asszonya, nem kell leállni. Azért sírom. Szóval én voltam a hibás, mert egyszerűen rossz helyről indítottam. Rossz helyről. Tehát lehet ezen változtatni. Nem feltétlenül rossz helyről indítottál. Lehet, hogy egy rutin interjúnak vette az elején. Téged nagyra tartott, és ő egyébként tudta, hogy tudsz. Mert ő kérte, hát meg felajánlottuk neki mindenkinek, a halhatatlanok társulatának, a győzteseinek, hogy ők választanak. Azt mondd meg nekem, hogy volt ilyen brutális nagy csalódásod. Pozitív, negatív. Eszenyi az negatív, az nagyon, az soha nem ment le, tehát azt soha nem adtam le. Annyira rossz volt? Rettenetesen rossz interjú de volt. De mi két rossz indulat volt? Rossz, az egész a rossz. Rossz, szerintem rossz indulat is volt, az egész félre csúszott. Mert még a beszédtechnikádon finomítottál. Nem mondod meg, hogy értsem, hogy mi. Most mondta, hogy az Eszenyi. Ja, én azt nem hallottam. Eszenyi Enikő. A beszédtechnikám tényleg lehet valami, majd nem jól artikulálok. Ott a felénél azt mondtam, pedig egy elég udvarias gyerek vagyok, hogy na, akkor ennek most vége is lett. Tehát kioktató volt, pikírt volt, végtelenül arrogáns volt, amit nagyon nehezen tűrök. Ezt a Szilvivel is megcsinálta, de figyelj, nem emlékszel? Hát ez, igen, de akkor te egy gyerek vagy, hogyha erre még beugrasz bárkinél az is. 6-7 évvel ezelőtt, másod csinálnám ma már. Persze, alá kellett volna játszanom, derüljön ki számára. A Szilvivel ugyanezt megcsinálta a Krizsó Szilvivel. De én most viszont nem megyek bele abba, hogy szidjuk az Eszenyit, mert Eszenyi pillanatnyilag nincs sehol. És egyébként ő egy iszonyú jó színésznő. Zseniálisan nagy színésznő, ezért volt nagy csalódás. Joga, egyébként úgy leckésztessen fiatal újságírókat, ahogy van, több rendezésre. Tudom, de azért mégis inkább nincs, mint van, akkor dacára mindenek, tehát hogy ebben a helyzetben nem mondunk rosszat. De ezt bírom, hogy képes vagy levenni a mikrofont és azt mondani, hogy... Én lepődtem meg a legjobban magamon, de olyan szinten volt kioktató, és akkor nem mesélem el a történetet. Azt láttam, hogy az operatőrök elbújtak, amikor levettem, mert ott látták, hogy itt kard ki kard van. A negyed órát vitatkoztunk. Ha nem nő, akkor nem ezekkel a szavakkal küldöm el. Abba biztos vagyok, tehát tiszteltem benne a nőt. Elmenekült a stábja is, arra emlékszem, mert látták, hogy tehát itt vagy ráborítom az asztalt, vagy ő rám. És akkor negyed órát vitatkoztunk, folytattuk, de hát annak aztán már tényleg semmi értelme nem volt. És olyan volt, amikor hát jó, megcsinálom, és nagyon nagy meglepetésért. Rengeteg, pozitív. Ebből nagyon sok. Nem is tudnék most kiemelni, rengeteg volt. Rengeteg volt, nekem régen nagy hibám volt, hogy prekoncepciókkal érkeztem az interjúra. Tehát megvolt a fejem, hogy nagyjából egészében milyen dimenzióban leszek képes ezt az embert megmutatni. És ha ezt felülmúlta, akkor volt bennem egy rossz érzés, mert nem tudtam helyén kezelni, hogy ez most jó volt, vagy rossz volt. Tehát a saját fejemben lévő képnek kellett, hogy megfeleljen. Ma már nyilván a rutin meghozta azt, hogy nincsenek elvárásaim, leülünk, kérdezgetem. De nagyon készülsz, ugye? Én még mindig nagyon készülök. Hát úgy készül, hogy még mindig örökké nagyon készül. Látod, mi is készültünk belőle. Látom, de lehet ez szerintetek másod? Szerintem nem lehet. Hát figyelj, a gyakorlat szokta más tévét nézni lehet. Úgy értem, hogy aki komolyan veszi ezt a szakmát, azért nem. Amikor íróval leül valaki, és azt kérdez, hogy hát nem olvastam a könyvet, de miről szól, nem láttam a filmet. Igen. És van egy biztos kérdés, amiről tudom, hogy semmit nem tud. Honnan jött az ötlet? Na, igen. Én itt honnan jött csirkét az ötlet? Szülök, mikor igen. Valaki ezt kérdezi. És ilyenkor te fölállsz, hogy interjú alanyként ilyet kérdeznek tőled? Tehát én tőlem, nem. Én azért nem alázok meg kollégát, csak megvan, nem is velem kapcsolatos ez, hanem amikor azt hallom, hogy honnan jött az ötlet, meg nem olvastam a könyvet, meg nem láttam a filmet, és akkor mit láttál? Igen. Mert mi annak idején elmentünk egy főpróbát megnézni, és utána interjúztunk.
nem is tudom, de hát nyilván. Én sem tudom máshogy elképzelni, mint hogy az ember beleássa magát, és talán egy kicsit a személyiségébe is egy kicsit próbál elmerülni azáltal, hogy megnéz tőle lehetőség szerint mindent. De én elkövettem azért korábban azt a hibát, hogy túlkészültem. Mindig ezt a történetet szoktam elmesélni, hogy amikor Pécsi Ildikónak nem jutott eszébe a középiskolai szerelme. Én meg bemondtam, hogy a, nem tudom én, a Kovács Gedeon, és a Pécsi így hátradőlt, azt maga honnan tudja? Akkor tudtam én, hogy ennek az interjúnak valamilyen szinten itt van vége. Mert ha én ezt tudom, akkor mi a túróra vagyok kíváncsi Pécsi Ildikóval kapcsolatban? Ami tehát persze mechanikusan nem értelmezhető, de így, mert én elájulnék, hogyha tudnád, hogy hogy hívták az első szerelmemet, és onnantól kezdve még nagyobb bizalommal beszélgetnék vele, tehát nincs azonnal vége. A túltanulásnak az a hátránya, hogyha túl sokat tudsz az illetőről, akkor nagyon bombasztikus végkifejleteket akarsz produkálni, és bombasztikus végkifejlet az rohadt ritkán jön az embernek az életébe. De speciál mondjuk Karikó Katalin szerintem bombasztikus volt. De említsük meg Horváth János nevét, aki nélkül az nagyon interjú nem jött volna. Meg a Horváth nagyon János. Említsük meg, mert Horváth Jánossal különben is pompás nagyon kapcsolatban meg lenni, mert nagyon, nagyon jó fel. A világtalálkozóról még egy pár pillanatot beszéljünk. Két embert összeültetsz, akik látszólag más világok. Tehát azért világtalálkozó, mint nagy nehezen kitaláltam, ezért ez a címe a dolognak. És az egészből ki szokott jönni valami érdekes. Tehát, hogy nem állítom, hogy mindegyik, sokat hallottam, nagyon sokat hallottam belőlük, ezek közül, az interjúk közül, és nagyon bírtam, amikor Gangsta Zoli meg Csányi Vilmos volt a nyitó páros. Igen, ezek igen közül. És azok például nagyon jól jöttek össze. Szerencse is van azért ebbe. Tehát most nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy hát valami hihetetlen nagy, intuitív érzékkel én rájövök, és az életrajzi adatok összekapcsolódása folytán tulajdonképpen én itt csak itt rutin munkát végzek, mert mind a kettőt el akarta hagyni a nagymamája, csak én ezt így kinyomoztam. Nincs ebben azért ekkora tudatosság. Érzések vannak, hogy ez az ember típus kivel tud valamifajta kémiát esetleg létrehozni. És az esetek igen jelentős részében szerintem 90%-ában nem is lövök nagyon mellé. Több időt töltök azzal, hogy kitaláljam, hogy kikivel lenne jó, mint magával az interjúra való felkészüléssel, mert szerintem ott már eldől. Ez egy nagyon izgalmas munka, nem akarok nagyképűnek tűnni, de az 1:1-es beszélgetéseket mindenfajta dramaturgiai ráhatás nélkül azt én már untam. Tehát csináltam szerintem 300-at. Egy idő után, amikor végigmegyünk lineárisan, hogy itt végezte az iskolát, ezért akart riporter lenni, azt mondom, még egy ilyet csinálok, én megőrülök. Ezért találtuk ki ezt a két különböző világot, mert ez nekem is kihívás. De ez jó. Amikor dolgozol, amikor beszélgetsz, akkor még felbukkannak azok a motivumok, amiket ettől, attól, mert hát nagyon büszke vagy arra, hogy ki mindenkitől tanultál. Persze, hogy fel. Nagyon. Nagyon. Mert igen. Megoldások. Megoldások. Tehát visszaemlékszel, hogy a Fridi, abszolút, a Vitrai Tamás. Volt egy olyan eset, én nem láttam, csak ezt mesélték, hogy egy nagyon nagy beszédű, általában locsogó és lelőhetetlen politikus mondta, és jeleztek Vitrainak, aki készítette az interjút, hogy vége az interjúnak. De nem lehetett semmilyen módon megállítani, és Vitrai átnyúlt, és megfogta a kezét a maga pusztalanságával és egyszerűségével. Pillanatra meghökkent a fickó, és azt mondta, hogy sajnos most véget kell vetni ennek az interjúnak, és baromi elegánsan kezelte le. És múltkor volt egy ilyen teljesen magába feledkező interjú alany, akinek rányúltam tőle tanult módon, vagy vélelmezett módon. Ez jó, és ez így, szép. Így állítottam. Jól visszamondom neki. Én megoldásokat szeretek Szilágyitól, Kepestől, tőletek adott esetben, tényleg mindenkit. Aki én számomra egy picit is ott volt a horizonton, azt én elég rendesen végigkövettem, ami hozzáférhető könyvben, tévében, rádióban, ami persze szintén nem volt jó sokáig, mert az ember találja meg a saját hangját. Egy idő után megtalálja. Igen, de évek. Epigon leszel. Tehát én láttam, hogy visszanézem. Ne, ma. Na de hát ennyi emberre azt én megmondanám neked, hogy nem lesz epigon. Ma már nem, de sokszor vettem észre magamon, hogy ilyen-olyan viszonylag jól tudok hangokat is utánozni. Igen? Nagyon sokat, nem fogok. Ahhoz alkohol kell és kamerák nélküliség. És ha nagyon akarok, tudok, szerintem egy interjút le tudnék úgy vezetni, mint Baló. Mert tudom a gondolkodás módját, még a szóhasználatára is rájöttem, indirekt módon, mert annyit néztem. És nagyjából egészében azt is tudom, hogy egy Szilágyi hogy csinálná meg az interjút. És szerintem, amikor az ember nagyjából egészében ezekkel tisztában van, hosszú-hosszú évek során jön létre
önön maga szintézise. Én a Balótól azt tanultam, hogy mikor mindig azt mondta, valamit kezdtek neki mondani. A poént mond kicsikém. Húzzunk a színesből kicsikém. Igen. Igen. Hogy ne legyen bőlére ereszte, és a lényeg. Igen. A lényeg. Igen. Azt akartam mondani, hogy megnéztem most, amikor tudtam, hogy jössz. Én nagyon szeretek mindenféle ilyen podcastokat nézegetni, meg hallgatni. Többnyire inkább hallgatom, mert a fülembe dugom, és közben mosogatok, mondjuk. És Bödös Tibor az nekem egy olyan régi ilyen idol, most különösen ajánlom mindenkinek nagy szeretettel a figyelmébe a Nyári gondolatok, vagy valami hasonló új Bödöcs rövid sketchet, mindegy. Szóval, hogy azt akartam mondani, hogy Bödös volt a nagy hullámok jönnek, Andika, ez az? Az madárka. Szóval, hogy 9 évvel ezelőtt csináltad, legalább 9 évvel ezelőtt azt a Bödös interjút, és aztán utána olvastam, hogy te szerinted az nem volt jó, és azt akartam elmondani, hogy ez egy pompás interjú volt, mert a Bödös olyan felszabadult volt, szerintem amilyen is soha nem volt senkivel azóta. Tehát, hogy én azon gondolkoztam, mikor ezt megláttam, hogy vajon akkor a Bödös volt-e még kevésbé bele rémülve abba a helyzetbe, hogy tőle kérdeznek valamit, tehát hogy mennyire rajta múlt, és mennyire rajtad múlt az, hogy egyébként a Bödös nagyon fegyelmezetten teljesít interjú helyzetekben, de senkinek nincs benne. Szerintem is rendben volt. És ez nem olyan volt, hanem ez olyan de volt, jó, mint egy normális jó. Még egyet, mert mindjárt, illetve már vége is van, hogy Párkányban vannak rajongók. Most megyek haza egy év után, mert a pandémia nem tette ezt lehetővé, minden igaz most de hallgatnak, téged, hallgatnak sok a visszajelzés, így van, abszolút, tehát ott is, ugye most az internet megadja azt a lehetőséget, hogy mindenki hozzáfér, felvidéken sokan hallgatnak, hála jó Istennek. Én mindig azt szoktam mondani, volt egy legénybúcsú gyerekkori barátaimmal, és akkor úgy számba vettük azt, hogy én Párkányban mikről álmodoztam, miket mondtam, mikor ott rugdostuk a kavicsokat a Párkányi Dunaparton. Mindenfajta szentimentalizmus nélkül, hogy én nagyjából egész évben, ha ez most úgy véget érne, annyi jót kaptam, ahhoz képest különösképp, amit én 14-15 évesen vágytam ettől, az élettől vagy a szakmától, hogy én már jó vagyok, ahogy mondom. Na jó, azért nem kell. Nem kell, nem kell, jöjjenek még további lehetőségek, 36 éves vagyok, nem akarom én ezt még abba hagyni, egyre jobban élvezem, csak azért néha emlékeztetem magam arra, hogy van ez a mondás, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk, hogy jó annak örülni, hogy ez tulajdonképpen ez megvan. Endre, ezt már megcsináltad. Minden szerintelenség nélkül mondom, a Párkányi gyerek optikájából látva mindezt. Én ismerem mindezt. Párkány, voltam ott többször. Na jó, vége. Hát ez vége, nagyon vége. Jó kis vége van ennek. Azt akartam volna még mondani, hogy van egy ilyen jellegzetes testtartásod az interjúknál, amit itt most kevésbé lehetett. Ez a kifordulás? Igen. Hogy azt búcsúzunk azzal, és köszöntelek abban a világban, ahol még nem voltál, mert ez itt a 3000-es nézettségnek a világa, úgyhogy részünkről a megtiszteltetés, hogy a magad 100000-es közönségeivel, meg még több 100000-esen. Biztos érdekes volt a Puppet Show-val részt venni. Egyet hogy mondjak, mert elmulasztottam itt a nagy megilletődöttségben. Ugye azt mondtad az elején, hogy egy 20. meg egy 21. szári két ikon volt itt, azért azt tegyük hozzá, én csak itt fiatal emberként. És itt középen a Rubikon. Na jó, köszönjük szépen Kadarkai Endrét, lássák Libazsír. Lesz a jövő héten is minden bizonnyal, úgyhogy nézzenek bennünket akkor is, viszontlátásra.